Sziasztok és köszöntelek téged itt egy újabb YouTube videóban. Torunban vagyunk a barátnőmmel, és hát fejünkbe vettük, hogy elmegyünk egészen Danzig itt Lengyelországban. Hogyha nem láttatok az előző részt, akkor mindenképpen nézzétek meg, ugyanis abban a részben Varsót mutattuk meg nektek. Ma pedig egy gyönyörű helyen ébredtünk, ez egy nagyon-nagyon szép, hát ilyen bread and breakfastnek mondanám, hogy van egy gyönyörű, szép ilyen rendezvényház, rendezvényhelyszín, ahol van egy szuper étterem, és van egy pár szoba, és ide foglaltunk, és ma reggel, hát este nagyon későn érkeztünk, és csak a kivilágított házakat láttuk, ami már szintén nagyon szép volt, de ma reggel pedig úristen, erre gyönyörű kilátásra keltünk. Még elég korán van, egy ilyen 8 óra körül vagyunk, úgyhogy most pedig megindulunk Torunba, és mert ugyanis Torun a mézes kalácsról híres, úgyhogy mindenképpen meg szeretnénk nézni akár a múzeumot, de kívülről mindenképpen, meg a kisvárost is, az utcákat, még az is lehet, hogy bemegyünk a múzeumban is, múzeumba is, vasárnap még korábban. Nem tudok annyira ráközelíteni. A disznó. Igen! Az egy vaddisznó. Azta! Láttunk egy vaddisznót! De még mindig ott van. Tényleg! Akkor itt amúgy nem is olyan a mézes kalács, mint nálunk, hanem ilyen puszedli. Igen. Hát vinnék Somának, hogyha kinyitna. De jó, és van vannak ilyen kis házik. Ja, de itt van az ajtó. Karma, nézd. Csinomre! Open? Ennyire cukik. Ilyen hűtővágnak sehol se láttam még. Nem, ez nagyon-nagyon jó. Nóri, venned kell egyet. Ja, már van. ez tetszik. Ez? Igen. Mert ez olyan, mint egy igazi mézes kalács lenne. Meg ezek is rózsaszín szoknyák. Na, az is nagyon szép. De ezek is nagyon cukik. Olyanokat majd csinálunk. Igen. No, hey. Tehát ez egy... Sajnos itt Torunban nem találtunk olyan reggeliző helyet, mert tegnap este is ezt böngésztük nagyon-nagyon sok időn keresztül az ágyban, hogy hol reggelizünk, mert hát azt tudjátok, ez egy ilyen kulcsfontosságú, nem? Az megalapozza a napunkat, hogyha van egy olyan jó, igazi, finom brunch, vagy reggeli, az kell, az úgy tudjátok indítani a napot, az már biztos, hogy jó lesz. De ettől függetlenül isten ilyen indult az egész napunk, mert egy gyönyörű kilátásunk volt, és még vaddisznót is láttunk. Találtunk egy nagyon cuki kis kávézót, ittunk egy finom chai lattét. Úristen, ez is, ez a rész is, de szép. Mostanra pedig annyira meleg lett. Én reggel kicsit bizonytalan voltam a szoknyámban, hogy meg fogok fagyni. Fáztam is, de konkrétan mostanra meg már lerohad rólam a kabát. Ugye reggelünk most csak egy kávéból állt, valamint vettünk a Rossmannban egy pár ilyen gluténmentes, tojásmentes kekszet. Utolsó sétáinkat tesszük itt Torunban, aztán indulunk Danzba. És mindkét oldalról megnéztük a szállásunkat. Ott van pont szembe. Annan is megnéztük, amit most látunk itt. Meg innen is megnézzük, hogy mit láttunk ott. Egy csomó iskolás csoport van. Én amúgy örültem volna, hogyha minket is egy párszor így elhoznak sulival. Mondjuk lehet, hogy voltunk, de nem hiszem, hogy Jászberényből, amikor tanultunk egyes témakörökről, akkor így jó, akkor most lemegyünk Herendre.
vagy nem tudom. Elmegyünk a parlamentbe, szerintem nem volt ilyen, nem emlékszem ilyenekre. Egyszer voltam a parlamentben, Norbinak anyukája vitt el, képzeld el, és annyira bennem van, hogy valami nagyon rosszat ettem, és hánytam. Hogy ez így maradt meg. A Norbinak az anyukája. De tényleg, ezt nem is értem. Judit vitt el minket. Hát, ja. Úgyhogy ennyit erről. Megérkeztünk Gdanskba, és így az első dolog, ami így nagyon szembetűnő, az az, hogy a házak ugyan, egy az egyben ugyanazok, viszont a színek azok már nem olyan erősek, nem az a nagyon élénk színek vannak, hanem is sokkal inkább ilyen pasztelesebb, kicsit fehéres, rózsaszínesebb, úgyhogy ki lenne fakulva minden, de gyönyörű. Azt hiszem, megtaláltuk a fő utcát, a központot, hát úristen! Más, mint a... De is itt vannak a nélkülisták. Jó. Stagviemletne. Stagvievna. Na, innen indulunk ki, és innen indul szerintünk ez a sétáló utca. Amit már egyszer így kijöttünk, de hogyha ti meg akarjátok látogatni Gdanszt, akkor szerintem innen érdemes elkezdeni. De aztán lehet, hogy még így a videóban mondunk okosságokat, amikor így később jövünk rá, de hát ez már most brutál gyönyörű. Kirándulásunknak a legnehezebb részéhez értünk. Nem tudjuk, hogy melyik hűtőmágnest válasszuk, mert itt mögöttem is, és előttem is konkrétan hűtőmágnes hegyek vannak mindenhol, még itt is. És hát nem tudjuk. Nézzetek ezen rajta, mind a három, ahova megyünk. Gdansk, Dinja és Szopot is. De nem tudjuk, nem nyűgözött le. Mindig hiányzik valami. Vagy egy színes ház, vagy túl sok minden van rajta. Belaktunk, mint az állat, most sorban a gumicukorok. Majd pedig annyira nem akartam bemenni abba a gumicukorosban, Nóri. És belevitt, és bementem, és nyilván vettem, mert hát mit lehet tenni. Mindegy, Somának ajándékba. De egyébként voltak cukormentes gumicukrok, és azt vettem, úgyhogy jó lehet, abból egy-kettő le fog most csúszni. De beszéljünk az ebédről, ami egyébként nagyon-nagyon finom volt. Koszos kamerám? Lehet. Nagyon-nagyon finom volt, de egy valamit hiányoltam, meg így kerestem, nem is tudom miért, így nem gondoltam rá, a marhahús, mert egy ilyen vegán helyre ültünk be, bízva abban, hogy biztosan lesz tejmentes, illetve gluténmentes opció, és volt is csak, így azt felejtettük el, hogy a mexikói tálba valószínűleg ők nem fognak beletenni marhahúst, és így az evés közben így hiányérzetünk volt, de ettől függetlenül egyébként nagyon finom volt. Úgyhogy most elindulunk vissza a kocsihoz, és útba vesszük Szopotot. De nem bírom! Szopotot! Ó, Istenem! Hogy lehet egy ilyen nevet adni egy városnak? Szopot. Szopotba megyünk most, ez a következő úti célunk, és ott megnézzük ezt a nagyon hosszú mólót. Nagyon jó helyek vannak állítólag, ilyen jó kis beülős helyek, azokat megnézzük, beülünk valahova, és meglátjuk, hogy mennyi időnk van még, hogy ma még elmenjünk-e Vinjába, vagy visszajöjjünk Gdanszba a szállásunkra, és esetleg még este itt eltöltsünk egy kis időt. Imádom a piacot, és
És itt van az étterem mellett egy kis piac, és annyira kis cuki. Jaj, azt úgy néztem, hogy átjövök, és majdnem elütöttem. Ó, de jó. Tiszta Amerika feeling. Megérkeztünk Sopotba. És hát állítólag itt ilyen tele van mindenféle hangulatos kis bárocskával, ahol már alig várom, hogy ígyunk valamit. Ott még fekvő támaszózunk is. Amúgy, hogyha itt kezdtünk volna, akkor lehet, hogy... Úgy nem beszéljük. De én nem tudtam, hogy itt ilyen tengerpart van. Mintha a Balatonon lennénk, természetesen itt vannak a hűtőmágnesek, kis beülős helyek, lehet kajcsizni, enni, inni. És akkor most megint eltöltünk egy órát itt a mágnes kereséssel. Azt érzem, leengedtem, mint a Luffy. Nagyon durva. Elfáradtam. Azért valljuk be, most reggel elég korán, ilyen 7:30 körül fölébredtünk, és megnéztük Torunt. Utána levezettünk Torunból 2,5 órát Danskba. Ott azért ott is elidőztünk. Átautóztunk most 40 perc ide Sopotba. Nagyon sokat vadásztunk hűtőmágnesekre. Megint megvan, vagy 10 000 lépésszám, és vettem egy kávét abban bizony, egy kicsit meglök, de így megbeszéltük, hogy oké. Akkor itt elsétálgatunk, kimenjünk a mólóra, eszünk valahol, mert megint ez a gyereksereg, én ezt nem hiszem el, hangzavar van. De jó az. Jó, kigondoltam volna, hogy Sopotban találjuk meg a tökéletes dansz hűtőmágnás, hát na. Nem tudom, de ez nagyon, az nagyon szép. Valaki tudja, hogy miért vannak Sopotban fókák? Miért van ennyi fóka itt a hűtőmágneseken? Amúgy egy szép, nekem ez nagyon tetszik ez a rész. Visit Sopot. A hajam is milyen, és nem tudom lenyalni az a dugóbenne. Ugyanúgy visszajön. Elvileg ez a móló a világ Európa leghosszabb mólója, de szerintem rossz móló nálunk, mert nem tudom, annyira nem tűnik hosszúnak. Ha üreden kisétálok oda mólóra, azért az is jó hosszú. De mondjuk fa móló. Azt mondom, hogy 500 méter. De? Mondjuk még nem értünk a végére. Igen, jogos. Megérkeztünk a szállásunkra, ide visszajöttünk Danskba. Én igazából az elején nem így terveztük, mert a barátaim azt ajánlották, akik lengyelek, hogy szerintük inkább Danskban szálljunk meg, és itt foglaljunk szállást, és úgy gondoltuk, hogy igazából így a mai nap során le fogjuk tolni szerintünk simán Danskba, Sopotot, Ninniát, illetve ott azt a benyúló szigetrészt is, de hát elég sokáig jutottunk oda, így a hűtőmágnes keresés valószínűleg így elvitte az időnket, és mire megtaláltuk a tökéletes hűtőmágnest, így eléggé elidőztünk, úgyhogy csak Sopotra volt időnk, és akkor ott így elgondolkoztunk, hogy lehet, hogy le kéne mondanunk a szállást, és inkább ott szállást foglalnunk egy újat, mert tök jó áron voltak ott is, mert találtunk ilyen 10-15 ezer forint körül szállásokat két főre. De nem tudtuk lemondani, anélkül, hogy elbuktuk volna a szállásunknak az árát, és igazából úgy voltunk, hogy jó, mindegy, akkor iszunk egy pohár valamit ott Sopotban, és nem szopunk tovább, szóval visszajöttünk Danskba. És hát milyen jól tettük, mert ahogy itt végig sétáltunk este a hídon, a folyó mellett, úristen, valamilyen elképesztően gyönyörűen ki van világítva, és nagyon-nagyon szép helyek vannak, úgyhogy ha itt a környéken jártok, akkor ez egy ilyen külön program legyen, hogy este itt a folyópartján vacsorázzatok, mert nagyon-nagyon jó helyek vannak. Le is fotoztunk egy párat. Úgyhogy most elindulunk, eszünk valahol mi jó kis vacsit, és a holnapi nap, a következő vlog pedig a hazaútról fog szólni tulajdonképpen, mert innen egy ilyen 6 órányira lakunk mi ott Katowice alatt Mikolovban, és hát hazafele út során úgy döntöttünk, hogy akkor ott indítjuk a napot azon a Hel félszigeten,
és menjünk lefele Gdynia, és nem tudom hazafelé, hogy még merre megyünk pontosan, vagy Lócot, vagy Poznánt fogjuk megnézni, és igazából így ez a tervünk holnapra. Úgyhogy még egy pár vágóképet bevágok nektek ide, erről a csodálatos városról, így az esti fényekkel, és hát mindenképpen iratkozzatok fel, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk, remélem, a következőben. Sziasztok! Mi történt? És honnan nyílik? Ja, innen fog kinyílni. Ja, mert hogy itt mennek a hajók. Azt a... És mindjárt kinyitják a kaput. De durva, hogy ezt is látok, ezt nem is gondoltam volna.